Köszöntöm a stúdióban úgy is, mint kinevezett rendőrkapitányt. Június 1-én nevezték ki önt hivatalosan is Füzesabony rendőrkapitányság élére. 13 hónapig megbízott rendőrkapitány volt. Mi tartott ilyen sokáig? Üdvözlöm, köszönöm a meghívást. Igazából ez egy egyszerű személyzeti intézkedés, illetve hát főkapitány úr döntése megtisztelt a bizalmával, már a felkéréskor is. És hát a kinevezés pedig nyilvánvalóan valamilyen szinten véglegesítést jelent, vagy megerősítést jelent számomra ebben a pozícióban. A munka nem változott, a feladat sem adottak, úgyhogy dolgozunk tovább, tesszük a dolgunkat ugyanúgy, ahogy eddig is. Ez eddig még gondolom nem tapasztaltak olyat Füzesabonyban, hogy megjelent egy medve. Mikor szereztek önök erről tudomást, mikor jött a bejelentés, és milyen intézkedéseket tettek? Ugye ez egy keddi hajnali napon történt a medve, ez egy nagyon aktuális és friss információ, úgy gondolom, hogy közérdeklődése tart számot. A hajnali órákban 5 előtt néhány perccel érkezett az első állampolgári jelzés a tevékenységirányítás felé. Természetesen a járőrök azonnal megkezdték a információnak az ellenőrzését, illetve a medve felkutatását, és észlelték, hogy a medve itt a Baross Gábor és a Hunyadi utca sarkán, tehát a kapitányságtól néhány méterre volt éppen, és a vasút irányába elhagyta a települést, ezt a kollégáim regisztrálták is, hogy a lakott területet a láthatóan egyébként zavart állapotban lévő állat elhagyta. Ugye azóta több videófelvétel, fénykép került fel a közösségi médiába. Ezt természetesen mind elemeztük, és felvettük a kapcsolatot a illetékes szakhatóságokkal, illetve szakemberekkel, annak az érdekében, hogy mi hamarabb a lakott területek térségét ez az állat el tudja hagyni. Több észlelésről kaptunk bejelentést. Ezeket... Kál is ide tartozik az önök területéhez. Hogyne, tehát... Azon a nyomvonalon érkezett ez az állat, és azon a nyomvonalon távozott. Azért azt nem zárnám ki, hogy nem jelenhet meg újra, hiszen a Bükki Nemzeti Park zoológusával több esetben konzultáltam, és azért nagy területeket tudnak bejárni ezek az állatok. Párzási időszak van. Ha jók az információm, akkor ez egy 3 év körüli fiatal hímről beszélünk, ugye párzási időszak, ezáltal is zavartabbak lehetnek, vagy még nagyobb területeket járhatnak be, és valóban az maga a barna medvének az előfordulási helye, vagy az élő helye, az azért a tarna mentéig terjed, tehát azt gondolom, hogy reálisan lehet a későbbiekben is számolni, nyilván bízunk abban, hogy minél kevesebb ilyen történik, de azért számolni kell arra, hogy megjelenhetnek ilyen állatok, vagy állat itt a területen. Tehát, hogy nem kizárt, hogy itt előfordul. Mit tett a rendőrség? Tehát megelőzést, vagy valami felhívást, vagy valamiféle információ kiadást adhat? Hogyne. Alapvetően ugye az ezzel kapcsolatos intézkedéseket természetesen a szakhatóságok végzik. A rendőrség annyit tud tenni, hogy minél szélesebb körben tájékoztatja a lakosságot és megerősíti a járőr szolgálatot, összegyűjti az észlelésekkel kapcsolatos információkat, hogy a megfelelő lépések történjenek meg a felkutatás vagy a terelés érdekében. Ez meg is történt, a Nemzeti Park szakemberei ezt a tevékenységet elvégezték. Többen kérdezték, hogy miért nem lőjük le a medvét. Egyrészt, mert védett, másrészt a rendőrség ugye belterületen, ne adj Isten, egy állatra leadott lövést csak a legszükségesebb esetben. Ez pontosan le van szabályozva, tehát amennyiben közvetlen életet vagy személyt veszélyeztető támadás esetén adhat le ilyen lövést, és azért ne felejtsük el, hogy egy nagy állatról van szó, amely mozgásban is lehet, és minden egyes fegyver használatnál a rendőrnek kötelessége azt is mérlegelnie, hogy veszélyeztete ezzel a... Egyébként fegyverhasználatnak ebben a tekintetben nem minősül, hiszen állatra tárgyal leadott lövés
klasszikusan nincs felsorolva a fegyverhasználat esetei között, de lőfegyvert kell használni adott esetben a jószággal szemben. Ez csak a legvégső esetben kerülhet sor. Többen kérdezték, miért nem került elaltatásra. Úgy gondolom, mint ahogy minden intézkedésnél arányosan kell intézkedni. Ha egy úgymond tereléssel, amely akár idéglenes vadkerítés építésével, villanypásztor telepítésével, vagy élelem kihelyezésével, és annak a szagának az elhelyezésével, hogy az állat visszataláljon a természetes élőközegébe, ez megoldható, akkor úgymond ilyen drasztikusabb beavatkozásra nincsen szükség, most sem volt. Ön közelmúltban az önkormányzat legutóbbi ülésén számolt be a 2017 éves tevékenységükről. Mire alapozta ezt a beszámolót? Mi volt a váza? Hát a, mint minden beszámoló alapja, az elért eredményeink, vagy a számadatok, de erről most nem fogok beszélni, számokról. A rendőrség, a rendőrségi törvény alapján minden évben számot ad a tevékenységről és a közbiztonság helyzetéről. De ez nem csak azt jelenti, hogy egyszer számolunk be, hiszen a kapcsolattartás a polgármesteri hivatalokkal, az önkormányzatokkal, vagy akár lakossági fórumokon, a lakossággal, vagy a kapitánysági fogadónapokon, ez folyamatos. Azt gondolom, hogy mi itt a Füzesabonyi járásban a lakosságnak felelünk elsősorban a tevékenységünkkel, hogy a lakosság megelégedésére szolgáljunk és védjük. Hogyha olyan visszajelzést kapunk, hogy a szubjektív biztonságérzet nem csökken, nehogy Isten javult, vagy elégedettek a tevékenységünkkel, akkor az a legnagyobb eredmény, nem a számadatok. De hát valami objektív mérőt is kell adni természetesen a tevékenységnek, és ezt a bűnügyi statisztikai adatok, illetve a közterületi szolgáltatással kapcsolatos adatok szolgáltatják. Azt tudom mondani, hogy ugye több évre visszamenőleg elemezzük az adatokat, hiszen ez igazából nem is a bűncselekmények dinamikáját mutatja, hanem a tendenciákat. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 2010-től számítva a legjobb eredményeket produkáltunk, tehát minden tekintetben csökkent a Füzesabony városban elkövetett jogsértések száma, legyen szó bűncselekményekről vagy szabálysértésekről, csökkent a folyamatban lévő ügyeink száma jelentősen. Itt is szeretném megköszönni kollégáimnak azt az áldozatos, sok-sok lemondással járó munkát, amit ebbe belefektettek. Ettől azt várom, ez volt a fő célkitűzésem, amikor ide érkeztem 13 hónappal ezelőtt, hogy gyorsítsuk az eljárásokat, a kézben lévő ügyek száma csökkenjen, hogy növekedjen ezáltal a szakmaiság, hiszen hogyha kevesebb ügyre kell egy-egy adott nyomozónak figyelni, akkor azt gondolom, hogy gyorsabban, hatékonyabban tud dolgozni. Ez így is történt. És ez azt is eredményezi, hogy növekedett még egyelőre kismértékben a felderítési és nyomozás eredményességünk, tehát minél több elkövetőt tudunk a bíróság elé állítani, és hogyha ezt minél hamarabb tesszük, mert a bűnelkövetéshez képest rövidítjük az időt, akkor adott esetben gyorsabban megkapja a méltó büntetését. Mennyi ez az idő? Tehát amíg eljut, lezárják a nyomozást, és eljut ügyészség, bíróságig? Tehát ez ügytől függ, és nem feltétlenül bonyolultságtól, tehát teszem azt a januárban történt, most idén januárban történt rablás során, ami ugye itt az aluljáróban történt, és rendkívüli módon fel tudtuk használni az önkormányzat által kihelyezett kamera felvételeket. Gyakorlatilag az elkövetés és az ítélet között 3 nap telt csak el. Bárcsak minden ügyben így lenne. Úgyhogy hát ez függ attól, hogy hány elkövető szerepel az ügyben, hány tanú, hány szemét kell kihallgatni, kell-e szakértőt kirendelni, tehát erősen változó, tehát nagyon széles spektrumon mozog. A fő célunk az, hogy ezek az elhúzódó ügyek száma egyre inkább csökkenjen, jó úton haladunk, egész évben csökkent ez a szám, tehát hogy a hosszú, elhúzódó nyomozások száma egyre kevesebb a kapitányságon. Melyik a jellemző bűncselekmény típusok, amiket itt elkövetnek a városban?
Azt tudom mondani, hogy Füzesabony városban 2017-ről beszélünk, ha már az évértékelés, olyan kiemelt bűncselekmény, ami közfelháborodás váltott volna föl, vagy a szubjektív biztonságérzet jelentősen lecsökkent volna, nem történt. Közterületen ugyanannyi bűncselekményt követtek el, mint 2016-ban. Ez a szám, ez egyébként 50 alatt van. Tehát amit ténylegesen érzékel a lakosság. Úgyhogy jók lesznek ezek az adatok. A jellemző az még mindig a csekélyebb súlyú vagyonelleni bűncselekmények. Tehát a lopások? Lopás, betöréses lopás, lakásbetörés, alkalmi lopás. Ezek dominálnak rendkívül nagy számban, és ha már medve. Azt gondolom, és azt hiszem, hogy már többször elmondtam ezt itt ebben a körben, hogy ezen vagyonelleni bűncselekmények, nem akarok százalékos arányt mondani, de jelentős része megelőzhető lenne. Tehát ahogy nem számoltunk azzal, hogy itt Füzesabonyban megjelenik egy medve, nem számolunk azzal, hogy ugye sérelmemre bűncselekményt fognak elkövetni. Apróságok, hogy bezárjuk éjszakára az ajtót, hogy lezárjuk a kerékpárunkat, hogy nem hagyjuk a kocsiban az értékeinket. Ezek mind-mind ugye alkalmat teremtenek egy-egy bűncselekmény elkövetésére, és hogyha ezt a saját érdekünkben megtesszük, mint lakosok vagy állampolgárok, akkor azt gondolom, hogy kevesebb alkalom, még kevesebb bűncselekmény. Tehát ugye a rendőrség folytat megelőzési tevékenységet, de nekem magamnak is óvnom kell az értékeimet. Tehát ez még mindig jellemző, hogy akárhogy elalszok a parkba, a postán előtt leállítom a kerékpáromat, és utána nézem, vagy hátra megyek a kertbe kapálni, és tárva nyitva van a lakás, és aki erre van kihegyezve, mint elkövető, él az alkalommal, és elköveti ezt a bűncselekményt, de ha be van zárva, akkor adott esetben ez nem történik meg. Tehát ezek ilyen összefüggések. A garázdasággal hogy állnak? Tehát mennyi volt? Garázdaság száma is csökkent, ez néhány esetről beszélünk. A közterületen, tehát ami zavarhatja a lakosságot, örömmel konstatáltam, hogy a rendezvényeken, amit minden esetben ugye biztosítunk, előre megtervezzük a megfelelő rendőri erőt hozzá, nem történt olyan cselekmény, ami riadalomra vagy megbotránkozásra adott volna okot. Reagáltunk, azt gondolom, hogy megfelelően reagáltunk azokra a lakossági jelzésekre, amit akár áttételesen az önkormányzattól, vagy akár a városi tévétől, vagy a lakossági fórumokon kaptunk. Ugye minden esetben kérték, vagy jelezték a lakosok, hogy a MÁV állomás környékére nyilván figyeljünk. Nagy átmenő forgalom volt, hogy a frekventált időszakban járőrszolgálatot erősítsük meg, ez megtörtént, hogy figyeljünk oda a közterületi alkoholfogyasztás tilalmára, úgy gondolom ez is visszaszorulóban van, hiszen bírságoltunk, figyelmeztettünk. Most a nyári időszakban különösen fogunk rá figyelni, hiszen milyen jó a gyárnyos fa alatt elfogyasztani egy pohár sört adott esetben, de itt Füzesabonyban tilos, tehát a kollégáim továbbra is erre fognak figyelni. A parkolással kapcsolatban, hát ugye még mindig káosz van, de azt gondolom, hogy a önkormányzat által megvalósítandó településfejlesztésben ez egy markáns pont, és azt gondolom, hogy a megfelelő parkolóhelyek kialakításával ez a probléma, ez a rendezetlenség, vagy az össze-vissza parkolás meg fog szűnni itt a településen, a belvárosban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel se lesz a későbbiekben probléma. Mennyire figyelnek oda a közlekedésre áttérve, a gyorshajtásra, az alkoholos autóvezetésre, tehát mennyire súlypont ez itt a településen? Ez most az elsődleges feladatunk. A Heves-megyei Rendőrfőkapitányság egy úgynevezett komplex terv alapján hajtja végre a közlekedés biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan elemezzük a baleseti okokat, adott esetben a baleseti gócpontokat, és célirányos közlekedésrendészeti ellenőrzéseket tartunk. Mit is jelent ez? A sebességmérés folyamatos. Itt a város belterületén is? És éppen polgármester úr jelezte a beszámoló előtt, hogy ugye elkészült a
telepi részen a Szihalmi útnak az aszfaltozása, ugye ez egy teljesen egyenes, több kilométeres útszakasz, és ugye érkeztek hozzá olyan jelzések, hogy hát néhányan már próbálgatták a szárnyaikat ezen a részen. Ezúttal is üzenem, hogy koncentráltan erre a település részre kint lesznek a kollégáim, hogy azért visszaszorítsuk a gyorshajtást, vagy elkerüljük. És a súlykorlátozás is. Hogy természetesen. Tehát, hogyha súlykorlátozás van bevezetve, erre komplexen figyelünk, ahogy a passzív biztonsági eszközök használata, gyermekbiztonsági rendszerek használatára, mobiltelefonálásra, kanyarodási szabályok betartására. És az ittassággal kapcsolatban pedig minden egyes rendőri intézkedésnél, amikor gépjárművel igazoltatnak a kollégáim, minden esetben szondát alkalmaznak. Térjünk át a köztéri jelenlétre. Mennyire tudják ezt megoldani, hiszen a beszámolójában is említette az önkormányzat ülésén, hogy a kollégái a határon is teljesítenek feladatot. Igen, tehát mint ahogy minden rendőri szervnek, nekünk is vannak migrációval összefüggő feladataink, egyrészt helyben, tehát a átmenő forgalom ellenőrzésével, vagy akár a visszaáramló migráció ellenőrzésével, vagy megakadályozásával, és ezzel együtt a kollégáim, hiszen rotálni kell a határon szolgáltat teljesítő kollégákat, vagy ha egyéb feladat miatt mondjuk 2017-ben számtalan olyan sportesemény volt, ugye úszó világbajnokság, V4 találkozó, vagy Forma 1, ami jelentős rendőri erőt köt le. Ezekben az esetekben a kollégáim teljesítenek a határon is szolgáltat, de ez nem eredményez kevesebb rendőrt itt a járásban. Túlszolgálattal látják el, ezért is emeltem ki és köszöntem meg a beszámoló során a közterületen szolgáltat teljesítő kollégáimnak azt a plusz munkaterhet, amit azért teljesítettek, hogy ugyanannyi rendőr legyen az utcán, mint mondjuk, amikor nincsenek a határon a kollégák. Tehát nem lett kevesebb rendőr sem rendőr számban, sem közterületen töltött óra számban. A polgárőrség mennyire tud ebben segíteni? Azt gondolom, hogy a polgárőrség egy plusz kéz, ha lehet ilyen szóval élni. Rendkívüli módon segítik a munkánkat. Kiemelten a rendezvények biztosításában, vagy pedig a forgalomirányításban, illetve ugye minden esetben bejelentkeznek a kapitányságon, hogy hol vannak szolgálva, nem csak a Bonyban, hanem a többi településről is, és akkor a rendőri egységeket úgy lehet elosztani, hogy ahol van polgárőr, tulajdonképpen több szem többet lát alapon, ők jelzéseket adnak nekünk, vagy adott esetben, ugye, hogyha tapasztalnak valami jogsértést, akkor ezt szintén tudják jelezni. A kihelyezett közterületi kamerákat is a polgárőrség végül is oda van hozzájuk bekötve. Mennyire tudják ezeket önök felhasználni? Említette, hogy a vasútállomáson ez jó hasznát vették. A beszámoló során képviselői kérdésként ez is felmerült, hogy mennyire tudjuk használni. Nagyon jól. Kifejezetten támogatom azokat a kezdeményezéseket, amelyek a bűnmegelőzési vagy akár balesetmegelőzési célú fejlesztéseket szolgálják. A tavalyi évben is és az idén is folyamatosan tárgyaltam ez ügyben a önkormányzattal. Bővíteni kívánja az önkormányzat a közterületi kamerákat. A bűnügyi és szabálysértési térkép alapján, illetve a kollégáim tapasztalatai alapján közösen meghatároztuk azokat a helyeket, ahova ezeket a kamerákat telepíteni kívánjuk, és természetesen közre fogunk működni magán a telepítéskor is. A polgárőrség pedig ugye üzemelteti, vagy felügyeli ezt a rendszert, a hozzáférés a nap 24 órájában biztosította számunkra, tehát amikor történik egy-egy jogsértés, akkor ezt a kollégáim vissza tudják keresni, le tudják foglalni a felvételeket, és mivel az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megfelelő minőségű kamerák legyenek beszerezve, ezek nagy felbontású, ugye infravetővel ellátott, tehát éjjel is azonosíthatók az emberek, tehát rendkívül jól használhatók ezek a felvételek a nyomozásban. Eddig 2017-ről beszéltünk, de már lassan 2018-nak a fele is el fog telni. Mik a tapasztalatok erre az évre?
2017-hez képest, és most mosolygok, az a tapasztalat, és megint nem fogok számokról beszélni, hiszen a statisztikai adatok nyilvánosak, az ügyforgalmi statisztikánk pedig belső használatú, hiszen azok mozgásban vannak, de azt tudom mondani, hogy azt érzékeljük, hogy és összehasonlítva mondjuk 2017 azonos időszakával, 2018-ban még kevesebb jogsértés történt Füzesabonyban, mint előző évben idáig. Úgyhogy ezen az úton akarunk tovább haladni, tehát hogy minél kevesebb jogsértést kelljen szankcionálnunk. Tehát ugye nyilván ezt aktív közterületi jelenléttel lehet elérni, hogy a kollégáim ne csak kint legyenek a területen, hanem aktívan legyenek jelen, megfelelő bűnügyi érzékenységgel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehettem.